tiszta homály az egész csesz, meg itt nem látni semmit. Direkt homályosítottátok be? Így nem fog semmi kiderülni. Na, most már jó. Sziasztok, ez a Pesti Reporter, ahol most utána járunk. Mennyire transzparensek a dolgok ott, ahol felbukkan a színen a Transparency International. Természetesen nem ingyen. Elárulom a titkot. Az átláthatóság nem igazán kenyere a Szivárvány koalíció által irányított új budai önkormányzatnak. A folytó rendszerváltást emlegető baloldali pártok hamar ráéreztek a hatalom ízére, és inkább különböző pénzügyi meg személyzeti pozíciókra gyúrtak rá a háttéralkuk során. Több mint fél éve működik az átláthatósági biztos új Buda önkormányzata mellett, ameddig alig látták többször, mint Kalambó feleségét. Az ő számára hozták létre ezt a korábban nem létező funkciót, ő pedig komoly tervekkel, minta önkormányzat ígéretével jelent meg a színen. Egyébként az átláthatóságról szerintem azt érdemes tudni, hogy józan ésszel, meg tisztességesen meg lehet csinálni, kész, nem kell hozzá sok tudomány. Az jó, már lehet, hogy így jó lesz a új Budának is, hogyha olyan csinálja, mint én is, hogy már vannak ilyen különböző tapasztalatai. Az elmondások szerint viszont eddig leginkább azzal vétette észre magát, hogy észre se venni, mit csinál. Pedig lenne mit. Az őt bemutató testületi ülésen is hiába kérdeztem többször egyrészt a konkrét fizetését, a vagyonnyilatkozatának esetleges nyilvánosságra hozatalát, e-mail címét, alapadatokat sem volt hajlandó, háromszor kérdeztem, háromszor beszélt mellé, tehát ilyen alapadatokat sem hozott nyilvánosságra, szó nélkül hagyják a titkosításokat. A munkájáról az éjjel a világon semmit nem láttunk, egy mosolygós öreg urat látunk itt, aki egyszer-kétszer megjelenik, de pont olyan esetekben például, amikor valóban esetleg az ő véleményét, szaktudását is, hogyha így lehet mondani, meg kell kérdeznünk, akkor elfelejt megjelenni például egy testületi ülésen. Na de ki ez az ember? Az állítólag az átláthatóságért és a korrupció ellen dolgozó Transparency International Magyarország kuratóriumi elnöke. A tevékenységét áltudományos propagandával megkoronázó nyílt társadalmi szervezet egyik vezető tisztviselője pedig rögtön meg is mutatta, mennyire fontos számára az átláthatóság. Titkosította a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnöke a saját közmegbizatását havi 1 millió, heti egy munkanapért. Ezzel a címmel tartottam tiltakozó sajtótájékoztatót, és csak ezt követően hozták nyilvánosságra a korábban 25 nappal korábban hiába kért szerződés és annak módosítását, mert e tiltakozás és lelepleződés hatására végül felére csökkentették a megbízási díjat, de még így is több mint 500 000 forintot kap havonta egy heti egy munkanapos, hát mondhatnánk, hogy bájcsevegését, mosolygásért, érdemi munkát semmit sem láttunk. Még érdekesebb kérdés, hogy kerül új Budára? Miért hoztak létre neki egy új állást? Sokszor tapasztaljuk, hogy új Buda a baloldali haverok kifizetőhelyévé vált, ezt látjuk akár Komáromi Zoltán egészségügyi, független egészségügyi szakértő tekintetében is, akit, mint utóbb kiderült, az új budai Szent Kristóf szakrendelőnek lesz egy újabb, talán igazgató helyettese, illetve egy külön ágnak a vezetője. De akár, hogyha pont a pandémia ideje alatt létrehozott Média 11-es cégnek az egyik emblematikus arca, Dési János, akit ugye a baloldali médiában nem kell bemutatni. Bruttó 740 000 forintot fizet neki havonta neki azért a propaganda munkáért, amit ő elvégez. Nagy botrányt váltott ki, hogy új Buda jogi képviseletére a már 2010 előtt is jogerősen elítélt Ceglédi Csabát bízták meg. Szép szavakban tiltakozott a Momentum, a Jobbik és az LMP is, azonban amikor előterjesztésemre szavazni kellett erről, akkor azt már nem támogatták, így továbbra is 10 milliókat zsebelhet be új Budától. Úgy tűnik, hogy a Momentum száját úgymond befogták azzal, hogy az ő emberüket, a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnökét is megbízhatták egy addig szükségesnek nem tartott átláthatósági biztosi poszttal. Nem már! A Momentum politikai alkukat köt rendszerváltás helyett. Jött egy fiatalokból álló, makulátlan csapat, amely nem volt hajlandó megalkudni a korábbi rendszerrel. Nem csak a kormányt, de az egész rendszert le akarták váltani. Azt mondták, senki sem maradhat a lejáratódott régi garnitúrából. Valódi változást hirdettek, új kezdetet, új politikai kultúrát, amelyben minden másképp lesz. Azt mondták, értenek hozzá, bátrak, cselekszenek. Aztán kiderült, hogy nem tudják, nem merik, nem teszik. Nos! Szeretném világossá tenni a nagy nyilvánosság előtt, amit a szabaddemokraták többsége azt hiszem ugyanúgy tud, mint én,
hogy az SZDSZ-nek esze ágába sincs az MSZP választási sikerét, kormányra kerülését kívánni. Összeálltak az öreg kommunistákkal, és persze meg is magyarázták a híveiknek és saját maguknak is, hogy ez a jó út. Megkötötték ugyanazokat a korrupt, politikai és személyzeti alkukat, amelyeket éppen ők olvastak az előző rendszer embereinek a fejére. És ezekkel az alkukkal ugyanúgy pénzt és zsíros pozíciókat szereztek, ahogy azzal ők vádoltak másokat. Könnyebben és hamarabb belesimultak az általuk sokat szidott politikai kultúrába, mint az bárki hitte volna korábban. Aztán persze vannak, akik a minimális munkáért kapott, sok 100 000 forintnál komolyabb ligához szoktak a korábbi dicsőséges időszakban, és most sem szívesen adják alább. Lakos Imre régi motoros a kerületben, ő volt Molnár Gyula MSZP-s polgármester, SZDSZ-es alpolgármestere. Később együtt álltak a bíróság előtt a Kopaszigát ügyében, amelyen Leisztinger Tamás, szocialista oligarcha nagyot kaszált. Első fokon elítélték Molnárt és Lakost, aztán másodfokon, bizonyítottság hiányában felmentették őket. Ugyanez a Lakos Imre visszatért Szeretet kerületének közéletébe 2019. október 13-a után. László Imre polgármester kabinetfőnöke lett. Aztán csak hamar nézeteltérése támadt László Imrével, és szétváltak útjaik. Ám a szakítás gálánsra sikerült. A legvérlázítóbb talán a polgármester kabinetfőnökének másfél hónapos munkájáért kifizetett 8 millió forintos összeg titkosítása volt. Több mint egy éven keresztül számtalan alkalommal... Végkielégítés? Részben közös megegyezéssel való szerződésbontás, gyakorlatilag végkielégítés. Egy másfél hónapi munkáért nem járna végkielégítés senkinek Magyarországon természetesen. Részben munkadíj, különböző jogcímeken. Ilyen esetekben lehet szükség Ceglédi Csaba párját ritkító tapasztalatára a jogász szakma vonatkozó bugyraiban. 8 millió forintot fizettek ki másfél hónapos munkáját, és mindezt írásban meg is tagadta számtalan alkalommal nekem a polgármester, hogy ezt az adatot kiadja végül. Közérdekű adatigénylés megtagadása miatti per kilátásba helyezésével sikerült elérnem, hogy ezt az információt végül kiadják, de egészen elképesztő, hogy amit lehet, azt próbálnak a szőnyeg alá söpörni, holott normális esetben az önkormányzat honlapján kellene ezeket az információkat közzétenni. Ceglédi természetesen a 11. kerületben is kulcsembere a Gyurcsány-Dobrev csapatnak. Itt is nagy szükség van a szakértelmére. Pedig maga Ceglédi Csaba is, egy évig követeltem, hogy betekintessek a munkájába, bár fényképeket nem készítettem róla, másolatot nem kaphattam róla, de azt láthattam, hogy olyan jogi tanácsokat ad, hogy hogyan lehet például egy képviselő iratbetekintési jogát megtagadni mondjuk egy önkormányzati cég esetében. Az ügyvédi kamara ugye felfüggesztette ügyvédi munkavégzését. Az ügyvédi irodája jelen pillanatban még megteheti az, hogy tanácsokat adjon. Én ezt nem látom, hogy ők mit csinálnak. Azt látom, hogy nagyon, nagyon arrogáns módon csinálják azokat az akciókat, amelyeket ők hát nem szeretnék, hogy valaki hozzájusson. Nagyon sokat kell küzdeni, hogy valamilyen információhoz valós módon tényleg hozzá tudjunk jutni. Jól jön a sok éves rutin, hiszen eltitkolni úgy tűnik van mit. Még ha olykor-olykor nem is sikerül mindent. Elfogadhatatlan az, hogy a prémiumokkal most már egyre több cégben mutyiznak, hiszen bár az önkormányzat által 10 millió forintért külső céggel elvégeztetett átvilágítás is azt állapította meg, hogy sok párhuzamosság, túl sok önkormányzati cég van, még kettővel növelték is a cégek számát, egy parkolási maffiát bővítő céget és egy médiavállalkozást alapítottak, polgármester egyszemélyi döntésével, a veszélyhelyzetben kapott többletjogával visszaélve, velünk önkormányzati képviselőkkel sem egyeztetve hozott döntés ezeknek a cégeknek a létrehozásáról, pályáztatás nélkül a vezetők megbízásáról, és olyan prémiumokat fizetnek ki ezeknek a cégeknek, persze csak a vezetőiknek, a saját mamelukjaiknak, saját embereiknek, ami elképesztő. Na de vissza a Transparency Internationalhez. Ha már az átláthatósági biztosra még elérhető telefonszám sem létezik, hát ha találunk valakit az ügynökségnél. Átláthatatlan ajtó, áthatolhatatlan rács. Eddig jutottunk.
Ez egyébként ugyanaz a Transparency International, amely évente megnevettet minket a korrupció indexével. Ebben általuk válogatott intézetek anyagait használják fel, általuk válogatott üzletembereket, piaci szereplőket kérdeznek meg, az állami intézményrendszer, a gazdaság és a társadalom korrupció fertőzöttségéről. A sok-sok magánvéleményt különböző kategóriákban pontozzák, majd ezeket tetszés szerint súlyozzák, ami kiadja az ország korrupció indexét. Nem is bűvészkednek a statisztikával, inkább felhőket tologatnak egy saját univerzumban. Így születik a nyílt társadalmi tudomány. Csak még egy kérdés. Ha itt mindenki az átláthatóságért, meg a korrupció ellen dolgozik, akkor hogy nőhetett egy 5,8 milliárd forintos közbeszerzés hirtelen 18 milliárdosra? És ezek a pici lépések azok összeállnak, és úgy beépül a mindennapi munkába az önkormányzatnak, akkor lesz ennek értelme, mert akkor lesz ennek hatása. Még februárban egy 18 milliárd forintos parkfelújítási közbeszerzés nyert el a Pannon Park Forest Kft. Vezette konzorcium az új budai önkormányzattól. Ilyen pici lépések például, hogy a honlap az olyan legyen, ami könnyen kezelhető, pár kattintás után mindenki derüljön róla, és ami benne van, az tuti biztos, hogy úgy legyen. A közbeszerzést eredetileg 5,8 milliárd forintra írták ki, és ennyivel írták alá a felek a keretmegállapodást is, aztán hús, hirtelen megnőtt az összeg. Az elektronikus közbeszerzési rendszer űrlapjára már 18 milliárd került. Azt kértem a polgármester úr, hogy én is, meg egy kollégám, akivel ezt majd csináljuk, az mindenbe beláthasson, mindenkit megkérdezhessen. Egyrészt, tehát, hogy tudjuk, hogy miről van szó, ne a semmibe tapogatózzunk. Más, és kértem arra, ő most is megígérte, hogy a külső intézmények meg a cégek esetében is adjon, vagy segítsen ahhoz, hogy őket is elérjük. Azt hiszem, ott se lesz semmi akadály annak, hogy ezt a programot végigvigyük. Indoklás? Semmi. Képviselőtestületi jóváhagyás? Ugyan már? A képviselők tájékoztatása? Jaj, hagyjuk. Végül is jelentéktelen összeg ez a csekély 12 milliárdos kiadástöblet, nem igaz? A döntéseket most is közösen hozzuk. A demokrácia működésének keretet és lehetőséget biztosítunk a veszélyhelyzet időszakában is. Ugye a korrupció az, amikor valaki a hivatali hatalmával, ugye a hivatali befolyásával visszaélve személyes olyan jövedelemre tesz szert, vagy személyes kedvezményekre tesz szert, ami jogtalan. A háromszoros ajándékpénzt bezsebelni készülő nyertes konzorcium mögött Kocsis László áll. Hogyha valakinek a fejében megfordulna, hogy enged valamilyen csábításnak, az sokféle lehet üzleti, családi, párt vagy politika alapú, vagy viszonzásképpeni nyomás, akkor ha benne van a fejében, hogy hát itt van egy ilyen rendszer, ami alapján nekem ez kínos lehet, korábban, mint gondolnám. Esetleg ma az előkészítés során, mert az előkészítést is át lehet látni részlesebben, akkor nem biztos, hogy megéri. Kocsis volt a Gyurcsány-Demszki korszakban a Főkert vezérigazgatója, amely több hozzá kötődő magáncéggel gyakorlatilag felosztotta egymás közt a fővárosi parkrendezési piacot a 2000-es években. Kocsis cégei közbeszerzések tömkelegét nyerték el a Karácsony Gergely vezette Zuglóban, és most a szintén DK-s irányítású Óbudán is. Az átláthatóság az nem csak a jogszabályi megfelelésről szól, hanem arról is, hogy az állampolgárok, a helyiek számára közérthetővé tegyünk olyan információkat, amelyek nagyon is érintik az ő mindennapjaikat, és amelyeket adott esetben eddig is fel tudtak lelni a honlapunkon, vagy a különböző platformjainkon, de mondjuk az kevésbé volt érthető, kevésbé volt közérthető, egyébként ilyen tipikusan az önkormányzat költségvetése. Orosz Annától szerettük volna megtudni, miért volt fontos a Momentumnak Nagy Zoltán átláthatósági biztosi kinevezése. Elnézést, esetleg el tudná küldeni írásban a kérdést, és akkor válaszolok rá írásban. Itt szóban nem lehetséges? Hát jobb lenne, hogyha így tényszerűen történne az információ átadás, meg most én is két megbeszélés között vagyok, és nem tudtam, hogy interjút szeretne, úgyhogy... Igazából ez csak nem interjú, csak ez a kérdésem. Aha. Ez a kérdésem. Vagy hát az, hogy eddig milyen munkát végzett ott Nagy Zoltán ilyen szakértőként, aha, csak ennyire lennék kíváncsi erre a két dologra. Aha, értem, jó. Tehát interjúról nincs szó. Kérem az orosz.annak.ukac.buda.hu-ra a kérdést, és meg fogom válaszolni. Kíváncsian várjuk a válasz hát a levelünkre, ahogy Nagy Zoltánét is.